reggeli után Áron tartott egy előadást az analóg fényképezési technikákról, azt meg is mutatta, hogy hogy kell, valaki ki is próbálta, már utána nem sokkal. Aztán ebéd után viszont a Zsófinak volt egy előadása, és akkor is osztott ki feladatokat, hozott több ilyen fényformáló eszközt, amivel majd mi is próbálkozhattunk, hogy milyen. Utána igazából nagyon az volt a lényege az egész délutánnak, hogy mindenki csinálhatta a projektjét, próbálgathatta az analógot, előhívtunk, meg a Zsófinak a projektjeit is valaki elkezdte, meg amit a Blanka kiadott, azt is volt már, aki csinálta. Én a Zsófi előadása során ihletet kaptam, úgyhogy fogok egy ilyen szivárvány fényes fotósorozatot csinálni. Az lesz még itt most. Utána lehet, hogy a blankás projektemet folytatom, amit itt a műteremben szeretnék megcsinálni. Igazából embereket szeretek fotózni, modellképeket, esetleg itt régen a műteremben jobban szerettem, de most inkább a kinti fotózás jobban érdekel. Minden évben úgy jövök ide, hogy egy kicsit jobb legyen a tavainál, hogy a projektem is profibb legyen, hogy fejlődjek, hogy a társasággal ugyanúgy jól érezzem magam, de attól a projektjeim is egyre jobbak legyenek, és fejlődni tudjak.